Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Ez a győzelem nem a Fideszé. Ez a győzelem az önöké. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! A nemzeti együttműködés rendszere az nyelvpolitikailag egy nagyon ügyes kifejezés. Mert most érted, nemzetileg együttműködni ki nem akar. Orbán úgy értelmezte a választási győzelmet, hogy felhatalmazást kapott mindenre, egy kivételes állapot működtetésére. Ezt nem lehet mondani, hogy ő ne egy 20 éves tervet valósított volna meg 2010 után. Megfogalmazta, hogy létre kell hozni egy olyan szűk közösséget, akár 6-8 olyan nemzeti elkötelezettségű tőkést, akire minden körülmények között, akár választási vereségek után is lehet számítani. Lassan mondom, mindenki megértse. A Lendvai Ildikó néni nem azzal kampányol a 10-es kampány finishben, hogy az LMP-re, MDF-re leadott szavazatok feleslegesek, akkor ma nem beszélünk ne erről. Matolcsy Györgynek a jegybanki ténykedése a sokkal jobb megítélés alá kellene, hogy essen, mint a pénzügyminiszteri ténykedése. Kevesen emlékeznek már erre. Olyan komoly megszorítást csinált a kormányzat, hogy a következő évben 2012-ben ismét 3% alá csökkent a költségvetési hiány, és 1,5%-kal esett a magyar GDP. Időnként azt gondolom, hogy nincs valódi oktatás politikája a kormánynak. A kormánynak hatalmi politikája van. Nem az oktatásról gondol valamit, hanem a kontrollról gondol valamit. Ugyanúgy, ahogy Magyarországon belül, úgy a határon túl, és főleg Erdélyben. Egyfajta ilyen nemzeti burzsóázia építés történik. El fog menni Orbán Viktorhoz, és azt fogom mondani, hogy nem fogjuk támogatni az alaptörvénymódosítást, ha nem állítják le a letelepedési kötvényeknek a bizniszét. Amit ő nyilvánvalóan úgy értne, hogy ez egy zsarolás. Én azt láttam rajta, hogy bele fog menni. Aztán nem történt meg ez a folyamat. Valószínűleg a tanácsadók azt mondták, hogy inkább gyilkoljuk le Vona Gábort. 10 év meg 18 között meg ez volt Magyarországon, hogy a nemzeti együttműködés azért valósult meg, mert senki másnál nem volt erőforrás, senki másnál nem volt fék, ellensúly. Tehát valójában mindenki Orbán Viktorral működött együtt, aki valamit szeretett volna ebben az országban, mert egyszerűen uralt minden. Győztünk! Április 8-án eléggé le voltam taglózva. Felmentem a Facebookra, és elkezdtem olvasni, milyen posztokat írtak a tagok. Akkor kezdtem el sírni, amikor olvastam a posztjaikat. Mert nagyon ilyen szívhez szóló volt, meg ilyen megerősítő. Folytatjuk, mi itt vagyunk, nem adjuk fel. Nagyon nehéz egy olyan rendszerről beszélni, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Hogy ez egy versengő autoriter rezsime, vagy féldiktatúra, vagy virágzó demokrácia. Ezen a skálán valószínűleg születne 5 válasz. Az egész egy olyan borzalmas rossz szerkezetben zajlik, ami inkább árt, mint használ. Kamaszok nőnek föl, akinek az egész életükben Orbán Viktor volt a valószínűleg vezető. Ez már nem rendszer. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Ez már elindult a korszak felé.